10.000 forintot nyer az utolsó túlélő. De hogy mitől is kell túlélni? Tőlem. Egy ekkora arénába belezárva 100 feliratkozom, eközben nekem az a dolgom, hogy levadásszam őket. Nekem akármi engedélyezett, lesz itt villámcsapás, manhunt, chunk roulette és még sok más. Szóval elég nehéz dolgok lesz a playereknek túlélni, de vajon ki lesz a nyertes? Nézzük is. Pontosabban mielőtt elkezdeném, gyors meg szeretném köszönni a MySide-nak, hogy támogatta ezt a videót. A MySide-nek most 1.16-ra frissült magyar Minecraft szerver, aminek saját fejlesztésű kliense van, amiben vannak egyedi modok, kiegészítők a karakterem, van benne barátmen és akár egyedi célkeresztre is van lehet. Most nyílt meg a Survival szerverük, ami felturbozza az 1.16-ot, egyedi felszerelések, különleges képességekkel, varázskönyvek, küldetések, háziállatok és még sok más minden van benne. Több infóért csekkoljátok a weboldalukat, vissza a videóra. És hát akkor induljon is az event, per-perset ér! És le is esett a 100 playerünk, aki gőzerővel mennek el, és nézzétek, valaki észrevett, itt hagytam egy lootot. Egy lángpallosos karot hagytam az első embernek, és ezt youtuber felvette. Az elején még nincs PvP, de aztán a végén már be lesz kapcsolva, és igazából magukra lesznek utalva. Úristen, nézzétek meg, mennyien vannak, ez nagyon durva. Indul a vadászat, hajrá! Ha meglátnak engem, akkor a nagyon nagy gondot jelent. Nézzük ki, ki legyen az első áldozatom. Van nekem egy ilyen íjam, amivel ha lövök egyet, akkor ott lesz egy villám, és valaki itt van még a spawnon. Nyem 0-5, hát sajnálom nyem, de nem kellett volna itt maradni, ez szívás. Amúgy ez most kicsit rosszul esik, mert egyébként eddig élvettem, hogy mindig segítettem az a playereknek, de most pont az ellenkező, tehát hogyha meglát engem valaki, akkor nagyon nagy bajba van. Gyere, elkaplak, ó, bene! Gyerünk, nem bírom eltalálni! Mi? Ikrek? Nézd már, ugyanúgy néznek ki, azért életbe hagyom őket, megyek valaki másra akkor. És bekapcsoltam a PvP-t, most már megy a PvP, és tudjátok mit? Itt van még zombi, nem ment el a spawnról, szóval ezért most játszok a vadász vs speedrun, vagy speedrun vs vadász, és most zombit lefogom konkrétan vadászni. Gyere ide, zombi! Gyere! Jó, halt, oké, zombi meghalt, én megállíthatatlan vagyok, itt láttam még valakit, aki erre ment. Itt van... Magyar egy, most meghalsz. Magyar egy, gyere ide, magyar egy, bajba vagy. Magyar egy, sajnálom, de muszáj megtennem, ez a dolgom. Beatbox 360, sajnálom Beatbox 360, de neked most véget ért a játék. Ez kicsit így unalmas, szóval fel kell turbozni a dolgokat. És mindenki elbújt. Ó, itt van valaki. Itt van I Love Milkun, előző eventen résztvevő volt, hát sajnálom I Love Milkun, de... Jó, I Love Milkun meghalt. Nagyon lassan haladok, szóval most akit meglátok, az hal. Úgyhogy most menekülés van, nézzük ebbe a bányarendszerbe ki van. Tímeltek? Tímelnek kette? Jó, akkor az egyiket meg kell ölnöm. Ecpec, kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Te vagy a vesztes, együttés volt. Fogom és akit meglátok, nem kegyelmezek. Az a helyzet, hogy fogyunk és valaki felépít. De hogy miért? Hát trambul, de ezt nem kellett. Ó, ne öngyilkos osztag! Nézzétek meg, már csak 3 sornyi player van. Jó, most a Fur Border elkezdett becsukódni, most 50 blokkal beébjön 1 perc alatt. Itt van Halloween, úristen, micsoda üldözés van. Figyeljétek, meg tudom fordítani Capipit, figyeljétek. Turn. Capipi most megfordítottam. És nézzétek meg, de miért, de túlélte. Figyeljétek meg, szalad a gyerek. Á, nem, most nem tudom, mert nem fenekül. Hát Halloween Adi megnyerte, de mivel Halloween Andy-t is láttam, ezért hanem, de ez így fair, szóval most neked is halnod kell. Már csak 2 oszlopnyi ember van. Jó, akkor hogyha jól tudom, akkor az előző 2 eventnek a nyertese az most itt van ez az eventen, szóval most össze fogom őket engedni, és csak az egyikőjük élheti túl. Sziasztok videósok! A nyertes kap 4 kenyeret és túlélhet. És elindult a PvP, mehet is a harc. Két Dávid. 2 videó nyertese. Vajon melyikük fogja túlélni, Davet Pro vagy M. Dávid? Micsoda fájtok? Nem ér, ő hacker! És... De mi? Hát a 2 nyertes közül Davet Pro élte túl, és hát kíváncsi vagyok, hogy hol vannak még, de nagyon elfogytak az emberek. És az Wordboard-en megint beívott 50 blokkot, és hát nézzétek meg, már elég kicsi az aréna, mondjuk kevesebben is vagyunk. És nem látok konkrétan sehol se. Ópa, ott vannak nevek, nézzétek! 3-an lennének el, te jóik, tuti nagyon meg volt jelenve. Jó, most itt vannak 3-an. Milyen skinje van? Nézzétek meg, nekem van olyan parancsom, hogy per Spárta, és akire rányomom, arra íjak fognak lőni, és jegesmedve bróz nagyon nagy bajba van, de nézzétek meg, nem tud mit csinálni. Jó, akkor most jön Oakáronra. Ők 3-an nem maradhatnak életben. Hát akkor Eferinek mennie kell, sajnálom Eferi. Na, nem hal meg. Jó, Eferi sajnálom, de véget ért a kaland. Jó, szerintem egyiket megszivatom, hogyha beírom azt, hogy per free fall 19 hun és 100, nem, 50, akkor 50 blokk magasról fog leesni. Ami ilyen magasról van, és leemel Jesus-et! Jó, akkor megéremli az életet, akkor most már csak Dark Hun maradt. De jó ég, milyen fight lett itt, nézzétek meg, jége, a 2 csapat összecsap.
Darkhub, meg Oakaron, meg Jegesmed, meg mindenki is, vajon melyik csapat fog győzni? Hát szerintem a Darkok. Nem, pont hogy a Darkok vesznek. És túlélték kettő, ezért le kell teszni a Oakaront, hogy tud-e MLG-zni. Tud MLG-zni, akkor megérni az életet, 50 blokk magasról leesik is. Ja, de nem volt fold damage, ez egy halállal egyenlő. Már csak egy sornyi player maradt, szóval innenstől igazából már elszabadulhat a pokol. Fogom, jobb klik, per set, ér. És most már itt nincs semmi, és nézzétek meg, majdnem leesett Gumi Maci, vagy nem tudom milyen neve, vagy Gumi Malac, nem Gumi Maci. Dino Maul, és Dino Maul kiesett a játékból, és itt van egy nagyon nagy lyuk. Csinálom azt, hogy kijelölöm ezt a területet, leesek a föl mondjuk ilyen mélyen, és per set airolok. Akkor úram atyám, mennyi mob leesett. És egy player se volt ebbe a kis részletbe. Itt van valaki a falba, nézzétek meg, hopp, hopp, Zsombix, itt van Zsombix, hát sajnálom Zsombix, de menned kell. Sajnálom Zsombix, hogyha túléli ezt a robbanást, akkor mind le a kalappal. És túlélte a robbanást, jó, akkor hagylak élni Zsombix. Chunkokat kiválok, nézzétek, itt van ez a chunk, ezt fogom, és úgy ahogy van, kivágom az egészet. Per-percet ajra, és hopp, eltűnt egy chunk. És nem volt senki a csánkba, húha, hát szerencse, szerencse. Air, akkor nézzük, és volt valaki a csánkba! Úristen, hát szegény gyerek, hát sajnálom, de ez most igazából egy ilyen csánk rulett, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. Sziasztok, hello Dat, meg hello Gumi Malac. Mit gondoltok, hello. Miért lettetek ide tépézve? Egy. Nem, kaptok vörös gyapjút, meg kaptok fehér gyapjút, és amelyik őtök a legszebb feliratkozás jelet építi, az jut tovább. Jó, én itt hagylak titeket, amíg megépítitek, mindjárt visszajövök. És amíg építik a feliratkozását, ezt szeretném mondani, hogy nézzém, nagyon nagy százalékon nincsen feliratkozó, szóval most mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha eddig nem tettétek, és folytatódjon a videó. Hol vagytok, playerek? Mindenki el van bújva, nagyon-nagyon félhetnek, amúgy, ha megtámolom őket, és jó, random elkezdek jönni a bányákba, mert valahol itt le... Hoppá, itt a vizs dobál valamit, az sús. Egy nyoma sincs playernek. Nincsen senki sehol. Nem is tudom, mit csináljak. Jó, szerintem akkor buszáj lesz ahhoz a taktikához folyamodnom. Nos hát, sziasztok, szia Boton és szia Tomsi, hallatok engem? Igen. Szóval, az a lényeg, hogy itt lent alattatok van egy vízblokk, és amelyikőtök bele tud ugrani, az éli túl. Ha mindketten beleugratok, akkor mindketten tűnitek, hogyha egyikőtök se, akkor mindketten meghaltok. Ez van olyan egyszerű, itt még ezt ti nem látjátok, de itt van, most például elsőre beadtam. És kezdjük veled, Botond. És az kicsit túlment, de hát sajnálom. Itt ebbe az egy vízblokkba kell beleugranod. Ebbe az egybe. És hát kíváncsiak, hogy sikerülni fog-e. Gyerünk, hajrá, szurkolok neked. Menni fog, és... Sajnálom, de ez most ilyen. Szerintem meg is nézem, mik lettek a feliratkozás gombokkal. Szóval, vissza is tértem. Elég jó feliratkozási logókat csináltatok. Itt vannak táblák, és iratkozzatok fel Gabezúra, illetve lájkáltok a videót. Ez így igaz. Köszönöm szépen, nem én mondtam, ezt tényleg csináljátok meg. Nincs szívem megölni egyik őtöket se, szóval igazából mindketten szabadjára lesztek engedve, és ja, és akkor további jó játékot. Jó, a World Border még beébjön, most már csak 50x50-es aréna lesz. Egy perc alatt nézzétek meg a feliratkozási jel is nek is annyi lesz, és bement Z-Benedek ide, de nem fog tudni kijutni. Jaj, de el fog érni a fajó gyereki Z-Benedek. Viszont most már tényleg túl sok embert nem ölök meg, szóval jó, aki itt van lent a bányákban, én azokat levadászom konkrétan. Hopp, itt egy név, itt van valaki, ki volt itt? Itt van Zsombix, és kettő is, itt van Converter is. Zsombixot fel kell robbantanom. Sajnálom Zsombix, de ez dead. És hol van a másik ők? Converter, itt volt Converter is. Converter, gyere ide, láttalak az előbb. Konverter, most elkapom, nem tudom, hogy hol lehet, de megtalálom, esküszöm nektek, megtalálom. Jó, hát hogyha belebújt a falba, ó, itt van, perpeset, air. Konverter úgy tűnik, hogy megmenekült a láva elől, de mégis bajba van Konverter, mert probléma, és nézzétek meg, nagyon védekezik Konverter. Jó, ezért mivel így kivédte a dolgokat, én életbe hagyom, megérem mi a túlélés, egyszerűen nem bírtam felrobbantani Konvertert. Viszont ezért cserében nem hagyom, hogy lent maradjon a földön, muszáj feljönnie. Jó, már csak ekkora az aréna, nézzétek meg, és 6 ember van már csak túlélőben. Itt van valaki a falba, hát sajnálom, de te most meghalsz. És mazsolattan odahun meghalt. Jó, hát hogyha ennyire a földbe akarnak lenni, akkor visszatérek a csánkos módszerekre. Legyen mondjuk a kiválasztott csánkon mondjuk ez lesz. Mennyi arra az esély, hogy pont itt lesz valaki? És nézzük majd, Konverter, szerintem menj ki ebből a csánkból, mert véged lesz Konverter, menj a... jó. És per-percet ér, van valaki, és volt valaki, ja nem az a creeperek, jó, nem volt senki a csánkban. Hoppa, itt fent tímelnek ketten, hát valamelyik őtöknek halnia kell. Egy VS egyezetekkel Neon meg Obene, ők az ikrek, akiket az elején életbe hagytam, most már emlékszek. Go, mehet. Az ikrek közül melyikük fog nyerni?
Obene és Neongez, úristen, micsoda fájtok vannak itt. Hú, most nagyon gonosz ezek, hogyha nem ölitek meg egymást, mindketten meghaltok. Ú, nézzétek, lelökte, ú, és túlélte. What? Neongez túlélte? Hát jó, sajn... Jó, de megölte egy Skeleton, jó. És nézzétek meg, négyen maradtak itt az utolsó négy versenyző. Converter V és Obene és Gumimalac. Nézzétek már Dot mit build-el, azt a rohadt. Ajaj, Gumimalac le lett támadva, Gumimalac be lett támadva. Jó, mivel Converter nagyon OP, ezért segítek neki. Ne! Nem volt időm. Ó, oh, sajnálom Gumimalac, de ezt nem élhetett túl. Ugyebár valamiért nincs full damage a szerveren, és ezért nem halt meg, de egyébként nagyon durva volt, amit lehet, de muszáj volt megölnöm. De mindegy, már csak hárman maradtak. És nézzétek meg, micsoda fightok mennek itt középen, már a World Border annyira bejött. Itt van az utolsó három túlélő, és úristen, kíváncsi vagyok, hogy mi fog itt történni. Converter és Obene leszámolás, ajaj, Obene bajba lesz, meg kilöki a borderból. Úristen, micsoda taxokattól Converter, nézzétek meg, ajaj, ajaj. Mi fog történni? Oh-oh. Na vajon mi fog itt történni? Dat 04 csak ücsül fent a trónján, és Converter 52 és Dat 04 maradt. Vajon melyikük fog nyerni? Én Dat 04-nek adok egy vödör izét, hogy azért legyen egy kis előnye, mert szegénynek nagyon rossz szettje van. Dat 04-nek nagyon-nagyon rossz szettje van. És nézzétek meg, már Converter megy is érte. Nem tudom honnan szerzett ennyi diát, de ez hihetetlen. World Border tovább csukódik befele, és már nézzétek meg, már éppen hogy a tó van csak benne. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni. Már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kell, és viszont Dat 04 van a High Groundon, szóval... Jaj, de leesett a TNT-vel együtt! Ó, ez baj, ez baj. Ó, a lávába esett, ajaj, így, és visszament a High Groundon a Dat 04, hát szerintem már nagyon izgulhat mindkettőjük. Tényleg egy hajszál választja elő őket a győzelemtől, Dat 04 visszament a TNT-jéhez. Nagyon-nagyon a High Groundra hajaznak mindketten, de egyszerűen... le fogja lökni Dat 04-t, aki leesik, az instant meghal, az halottnak minősül. Itt már nincsen MLG-zés, itt már az meghal, aki leesik a vízbe. És nézzétek meg, Dat 04 nem adja fel. Egyszerűen nem adja fel Dat 04. Pildelnek tovább, úristen, én nem tudom, hogy mi ez. Oh, ne, felgyújtott a lávával, Converter! No, Converter, hogyha leesel, akkor kiestél. Hogyha leesel teljesen, akkor kiestél. És nem. És túléli? Túléli vajon Converter? De innen este már olyan előnye van, és Converter meghalt! Így a nyertes, Dat 04! Te maradtál utoljára. El se hiszem. Gratulálok, mert nyertél 10.000 forintot. Nem szépen, így is gépre nyíltak. És akkor köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, és... ja, lehet, hogy úgy jártok, mint Dat 04, szóval megéri. Én Gabi voltam, sziasztok!